ragadta meg Kosztolányi Dezsőt. New York! De kávéházal oly sokat küldtem. Kicsit ki az ajtó. Leülni még szabadtál. Csak mint a kórusnak, aki pihen a patkány, és megnézni, mi marad belőlem, és körülöttem. Nyári kora este, hogy még mind vacsoráznak, meginnék aztán már egy langyos esti kávét, és hívő keresztül elmondanék egy ávét, miután az ifjúságnak, és múltán a régi lázunk. Barátainkról és egy isteni merésű vadköltőről, aki itt ült vörös ajakkal, megcúni mellényben, szurok sötét hajakkal, melyben szikrázott és recsegett a fénység. Itt ültünk boldogan, haragos szavaimban bombák alultak, és egy új kor lelke élet. Mi, rongyos éhesek, lovagjai az ének, mint boldog gyilkosok. Mint gyilkosok, hogy ifjam. Nem sokkal a nyugat indulását követően Osváth felfigyelt Juhász, Babics és Kosztolányi tehetségére. Így ők is ez a lap állandó publicistái lettek. Mindhárman Adi Bűv körébe kerültek, de félbe közelítettek hatalmasságához. És Kosztolányi képtelen volt elszakadni az iránta érzett féltékenységtől. Kosztolányi és Adi viszonya már ismerettségük kezdetén megromlott. Adi Kosztolányi négy fal között című első kötetét élesen virálta. Őt magát pedig esztétizáló, irodalmi költőnek nevezte. Kosztolányi még sok év elteltével nem tudott túllépni a korai sérelmeken. Erről tanúskodik Adi halálának 10. évfordulójára írt értekezése, az írás tudatlanok árulása. Minden esetre súlyos verdet költő ellen, ha valaki azt állítja róla, hogy nincs benne ízlés. Adinak különösen kezdő korszakában gyakran vannak ízletes pillanatai, amikor az alvajáró ösztönével biztosan veri meg a hangját, diadalmasan végigénekli nótáját. Művész ízlése rendes körülmények között kikihagy. Ekkor riadtan észre kap, leterezni próbálja főreségét. Valami kacskaringós, agyakú, elkényszeredes stílus húz magára, mely alól mindinkább kilátszik, kikandikál ízlés hiánya. Mindenáron eredeti akar lenni. Ez a vágy az eredetiség halál. Fél az egyszerűségtől. Attól tart, hogy ezen üressé válik. Az egyszerűség valóban csak akkor tartalmas, ha mögötte van is valami. Ehhez igazság kell és alázat. Bár Adi csak későn ismerte fel Kosztolányi tehetségét, a költő nagyon fiatalon rátalált egyedi, jellegzetes hangjára. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem is feleségem, szóval mindenki szomorítsam, van mindig elég jeleségem. Van kertem, a kertre való fák suttogva hajolnak utamra, és benne a nagyon monyoló lágterhítő öreg hangra. Van egyszerű jó takarom is, telefon a multibőröndön, van jó szívű jó takarom is, nem kell kegyekért könyörögnöm, nem többet az egykori kötkép, nézegi a ködnek a könyvet. Ha néha van köszönöm, hogy már sokszor előre köszönöm. Van villanyom, izzik a villany. Tárcán van igaz színezüstből, tollam, ceruzám, gigamillan, szájamon öreg pipafüsttől. Fürdő van üdíteni testem, lany téja a beteg idegeinek. Ha járok a húsz Budapesten, már nem tudnak egész idegen. Mit elvallok? Az a bánat könnyekbe borít nem egy ország. Énekes kifű fiának van engem a vény Magyarország. De néha megállok az éjjel, gyötrőbe, halálba hanyagom. Úgy ásom a kincset, a mélyen, a kincset, a régi tapadó, mint lázbeteg, aki föleszmél álmát hüvelyet a kezem, potorálsz a kereskedőt. Jaj, valaha, mit akartam? Mert nincs fel a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért hogy éltem. Itthon vagyok, itt e világban. Már nem vagyok otthon az égben. Kosztolányi a kereszténységtől való félelmében gyermekkori barátjánál és unokatestvérénél Csák Gézánál keresett támaszt. Megnyugvás helyett azonban aggódó levelek sora fényjelzi kapcsolatukat, melynek oka a Csáton eluralkodó morfium függőség volt. Kosztolányi levele Csáknak. Kedves Jóska! Hidd el, igen, nagyon szeretlek, és hidd el azt is, hogy teljesen és minden tekintetben megnyugodtam. Szükségtelen hangsúlyozom, hogy mindenre soha senkinek se szólok, amit eddig se beszéltem. Azt is hozzáteszem, évek óta állandóan nyomott miattal kevés. Az egyik indulásom örömmel összettel által, de
fiúkéra. Oké, jó. Ekkor ismerjük meg az élet, a tény titkát, és világos